Csapatfotózáshoz gyülekeznek épp a Hárrend Kozár Michelin MB2-es labdarúgói és a szakmai stáb. Vasárnap újabb mérkőzés vár a fiúkra, mégpedig a tabella másodikja, a DVTK lesz az ellenfél. Gút Ádám a 19 esztendős utánpótlás válogatott játékos, aki az MTK-tól érkezett kölcsönbe Kozár Michelinbe, jó meccset vár vasárnap. Nagyon jó képességű ellenfél, nyilván gondolom sokan lesznek kint a meccse megnézni. Hát győzni megyünk oda, mindent bele fogunk adni, aztán reméljük sikerül nyerni. Szerintem jó hangulatú most a csapat, edzéseken próbálunk maxot teljesíteni, és reméljük, hogy a hétvégén már sikerül győzni. Szeretnék minél több játék lehetőséget kapni, és ezzel szeretnék minél többet fejlődni. Szintén első szezonját kezdte meg Kozár Michelinben Kotrocó Péter. A 2003-as születésű játékos, aki Gút Ádámhoz hasonlóan megfelel az MB2-es fiatal szabálynak, korán kiszállt az utánpótlásból, és 17 évesen az MB3-as Kecskeméthez igazolt. Az elmúlt szezont a Veszprém együttesénél kezdte, majd a tavaszt a Kisvárda 2-nél töltötte. Nem feltett kézzel megyünk oda se, nyilván azért megyünk, hogy pontokat szerezzünk. Úgy készül a csapat egész héten, hogy egy ponttal vagy pontokkal tudjunk eljönni, szóval ezt várjuk a mérkőzést. Minél több játékpercet, hogy tudjak játszani, meg tudjam mutatni magam, és jó játékot. Az MB2-es csapatok a megemelkedett energiaárak miatt kérvényezték az MLS-nél, hogy a mérkőzések korábbi időpontban kezdődjenek, azaz ne villanyfénynél kelljen játszaniuk. A szövetség helyt adott a klubok kérésének, így az őszi idényből hátralévő mérkőzések kezdési ideje 13 vagy 15 órára módosult vasárnap. E két időpont közül a klubok választhattak. Kivételt képeznek ez alól a szerdai, illetve a tévés bajnoki meccs. Az MB2-es klubok között megkezdődött egy kommunikáció, ami ugye arra vonatkozott, hogy itt a megnövekedett energiaárak miatt próbáljanak a klubok is egyrészt spórolni saját maguknak, másrészt azért inkább példát mutatni, hogy ebben a helyzetben fölöslegesen ne használjunk el energiát, és akkor arra jutottunk közösen, hogy megpróbálja mindenki a lehetőségeihez mérten a szurkoló kényelmét is figyelembe véve előrehozni a mérkőzéseit, ezért mi is úgy döntöttünk, hogy a hazai mérkőzéseinket két órával előrébb hozzuk. Ugye azt gondoltuk mi, hogy a vasárnap egy órás mérkőzések azért azok nem annyira szurkolóbarátak, ezért azt nem szerettük volna, de a három órás kezdésbe az öt órás kezdés helyett belementünk, úgyhogy itthon minden esetben 15 órától fog fogadni az ellenfeleinket. A DVTK Hárrend Kozár Michelin mérkőzés október 30-án vasárnap 15 órakor kezdődik a DVTK stadionban.